Magyar hangok. Szatori Dávid, Gyöngy Zsuzsa, Gáspár Kata, Csibi Gergely, Kovács Nóra, Kőszegi Ákos. További magyar hangok. Buzsó Péter, Vida Péter, Tar Judit, Udvarias Anna, Rosta Sándor, Petár Adrien. Összetört szívek. Bátyám, várj! Az imént hallottam. Rohantam utánatok, ahogy csak tudtam. Mi történt pontosan? És hogy van a lány? Nem tudom, még én sem beszéltem Ferittel. Nem értem, hogy történhet ilyen. Yaman. Tudom, hogy te sosem hazudnál nekem. Tudni akarom, mi történt pontosan, elmeséled? Véletlen baleset történt, Adnan bátyám. Várjatok, majd én kiderítem. Nem bírtál magaddal, mi? Muszáj volt valamit csinálnod? Színen esküszöm, baleset volt, nem szándékos. Milyen baleset, ha? Egy lőfegyverrel? Mégis milyen baleset az ilyen? Esküszöm. Színen bátyám. Te most menj innen! Ne kiabálj már vele, nincs miért. Hán, de tényleg ártatlan. Ferit megpróbálta elvenni tőle a fegyvert, ami eldördült, és Ferit feleségét találta el. Ha nem hiszed, kérdezd meg Feritet. És hogy került a kezébe fegyver? És miért? Ezt magyarázd meg. Halljam. Ferit! Nem szeretném, ha az incidens híre kijutna a kórházból. Innen semmilyen információ nem szivároghat ki a tudtom nélkül. Aggodalomra semmi oka, Azade asszony. A család nem nézné jó szemmel, ha véletlenül folytasná a Sanchez-zádék hír nevén. Megértem, asszonyom. Ez nem fordulhat elő. Köszönöm. Elmagyarázná végre valaki? Mi történt? Ki volt a lövés célpontja? Hogy történt? Halljam! Ez most lényegtelen. A feleségemet lövés érte. Ennél most nem lehet fontosabb. Ön Handevarolu? Igen. Letartóztatjuk emberölési kísérletért, jöjjön velünk. Nem tehetik, én nem csináltam semmit, csak véletlen baleset volt. Higgadjon le, kérem. Ferit, mondd el nekik, legalább mondj valamit! Engedjenek el! Szóljatok Pambusnak, ő majd elintézi! Azade anyám! Hante! Ereszed! Mi folyik itt? Ferit! Sajnálom, ami történt, fiam. Köszönöm, anyám. Engedjen már el! Nem érti, amit mondok! Eresszen el! Hagyjon! Eresszen! Eresszen már! Gyerünk már! Hagyjon végig! Fájjon be a kocsiba! Papus, anya! Csináljatok valamit! Ártatlan vagyok! Várjanak! Most papus! Hová viszik? Hol az elfogatási parancs? A lánya ellen emberölési kísérlet miatt tettek feljelentést. Ne nehezítse meg a dolgunkat. Anya, nem csináltam semmit. Kérem, ártatlan majd én beviszem. Legalább hadd vigyem én. Kislányom. Itt papus, vagyunk, édesem. Hogy ne félj, kislányom. Ki. Utánad megyünk. Jobbulást. Köszönöm. Látod, én előre figyelmeztettelek. Naív vagy és fiatal. Épp az ilyen esetektől féltettelek, és látod? Most majdnem. Mindegy, de túlélted. Anyám? Á, Ferit. Te miért keltél ki az ágyból? Feküdj vissza. Kicsit sétálnék, jól vagyok. Tényleg. Jól vagy? Ez jó hír. Anya, attól tartok, a látogatási időnek vége. Hadd dugjon vissza Aishét az ágyba. Jól van, pihenj csak. Remélem, a sérülésed gyorsan gyógyul, és hamarosan hazaengednek. Jobbulást. Igen. Köszönöm. Na, gyere ide, csak lassan, gyere. Ez bíz csak rám. Köszi. Lassan. De tényleg jól vagyok. Persze, persze, ez már a mozgásodból is tisztán látszik. Állni is alig bírsz, de jól vagy. Ülj le,
Nem szabad most ugrálnod. Az orvos szerint a vérnyomásod még elég magas. Ma este még megfigyelés alatt tartanak, szóval ma éjjel itt alszol. De ha én nem akarok kórházban maradni, tényleg sokkal jobban érzem magam, Ferit. Pedig én nem ezt látom rajtad. Itt maradsz és kész. És te hazamész, otthon alszol. Dehogy is, itt maradok veled ma éjjel, nem hagylak magadra, csak előtte beszaladok még a rendőrségre tanúskodni, de jövök vissza. De hogy ennyire emlegeted a kastélyt? Mi történt? Csak nem ennyire hiányzik. A palántám. Meg kell locsolni szegényt. Meséljen, kisasszony, hogy történt. Minden részlet érdekel. Jemen, régi gyerekkori barátom. Épp fegyverhasználatra tanított, lőttem egyet, a pisztoly visszarúgott, a golyó pedig véletlenül Ájse vállát találta el. Baleset volt. Félrement a golyó. Miért kell egyáltalán kihallgatnia? És meddig kell a fogdán maradnom? Ön is tudja, hogy semmi okuk nincs tovább bent tartani. Pedig ma éjszaka nálunk vendégeskedik. A kihallgatásnak egyelőre vége. Antakiában jól ismernek minket, parancsnok. Én is ismerem magát, ön is ismer engem. Eszünkbe sem jutna megszökni. Engedjék haza a lányomat, majd én visszahozom akkorra, amikor ön mondja. Hüszein úr, a lányát feljelentették, azt állítják, szándékosan lőtt. Az ügyész elővigyázatosságból ezért a letartóztatását kérte. Még önt is ki kell hallgatnom, a törvény alól sajnos senki nem lehet kivétel. Hallgasson csak, ja, az a legkevesebb, parancsnok. De azt lehet tudni, hogy ki látta az esetet? És mondja, ki tette meg azt a feljelentést? A kihallgatások még folyamatban vannak, de a bíróságon többek között majd ez is kiderül. Akkor legalább hadd menjek be a lányomhoz. Az ügyvédjén kívül senkit sem engedhetünk be hozzá. Komolyan mondja? Hisz én az apja vagyok. Sajnálom. Még ilyet. Hihetetlen. Nem beszélhetnék vele néhány percet. Túl vagy már a kihallgatáson? Igen, elmondtam mindent. Nagyon helyes. Akkor menj innen, ne is lássalak. Zümrüt néném. Soha többé nem mer nénémnek hívni, nem vagyok én neked senkid. Nem elég, hogy ilyen helyzetbe hoztál minket? Tönkretetted Hande életét. Soha, soha többé nem merészkedj a lányom közelébe, érted? Különben nagyon megbánod. És most tűnj el a szemem elől. Ügyvéd úr, mit intézett? Nyugtasson meg, hogy a lányom kijöhet és szabad lábon védekezhet. Sajnálom, de ma éjjel még bent tartják. Őszinte leszek önhöz, Hüszein úr. Ha az áldozat vádat emel ellene, a lányát sajnos akár börtönbüntetése is ítélhetik. Valahogy próbálják meggyőzni a nőt, hogy ne forduljon a bírósághoz. Halló, Ferit? Minden rendben? Mit? Milyen virágot? Egy szegfűt? Persze, elintézem, nyugi. Bízd rám, meg lesz. És küldök be váltásruhát. Ó, egek. Mi az? Mit mondott az öcséd? Hogy a lány nevelget valami virágot. És? Azt kérte, szóljak Aitennek, hogy locsolja meg, és küldjek be nekik ruhát. Ugye csak viccel? Most is a virág a legfontosabb neki. Aiten! Ne hívd ide, engedd el. Hagyjuk. Ez a lány olyan tyúkeszű, hogy azt hiszi, hogy játszadozhat velünk. És még volt mersze feljelentést tenni a rendőrségen. Nem ő jelentette fel Handit a rendőrségen. Hm? Hanem én. Mi? Ezt megismételnéd? Én jelentettem fel Handit a rendőrségen, mert úgy gondolom megérdemli. Ő is és az apja is megérdemli. Te... Tényleg képes voltál feljelenteni a jövendőbeli menyedet? Te még mindig ragaszkodsz ahhoz, hogy Hande legyen a menyed? Mindannyian tudjuk, hogy ki az, aki megérdemli Ferritet, ezt a kastélyt és a családi nevünket. Nem mondhatok le Handéról, csak mert aláírtak valami papírt. Te lehet, hogy nem. De a fiunk már rég lemondott arról a lányról. Ideje lenne beletörődnöd. Hande akkor sem érdemli ezt. Szerintem meg a fiad nem érdemli meg ezt, Azade. Hagyjatok magunkra. Lemán. Ha már így szóba került ez a téma, Adnan, beszéljünk arról, mi az, amit te megérdemelsz. Mondd csak, szerinted milyen lenne most az életed? Ha nem én lennék melletted, kíváncsi lennék. Ha? Jól van, beszéljünk erről.
Mondd, Azade, mi ezzel a célod? Azzal, hogy sarokba szorítasz, megint csak uralkodni próbálsz felettem? Dehogy. A valóságot próbálom láttatni veled. Időnként hajlamos vagy áltatni magad. Egy valamihez nagyon jól értesz, Azade. Hogy hogyan vedd el mások szabadságát? Ferittel és Sinánnal is ezt tetted. És hosszú évek óta teszed ezt velem is. Adnan, te egyébként sem voltál szabad. Csak egy rabszolga voltál. Tőlem kaptad az életed és a státuszodat. Vagy már elfelejtetted, honnan jöttél? Hálátlan vagy. Nem ezt érdemli a Sanchagzade család. Engem nevezel te hálátlannak? Tévedés! Hálátlanságnak azt nevezném, ahogyan a férjedről beszélsz. Bármit, amit tőled kaptam, bátran vedd csak el. Nem kell nekem tőled már semmi. Átkozott legyen a nap, amikor feleségül vettelek. Szégyeld magad. Inkább te szégyeld magad. Én csak azt szégyellem, hogy ennyi időn keresztül így éltünk. Hiányzik a régi életünk. Régen még a kenyérnek is más íze volt. Az utolsó kanál leves, az utolsó falat kenyér akkor nem a szegénység, hanem a gazdagság jele volt, és békében éltünk. Nyugalomban. Csak most értettem ezt meg. Jó étvágyat! Kösz, fiam! Gyere, öcsém, csatlakozz hozzánk te is! Csak beköszöntem, a világért sem akarok zavarni. Ugyan, fiam, miért zavarnál? Gyere! Gyere! Ahogy mondani szokás, a rossz barát csak letörli maga után az asztalt és távozik. Hm? A jó barát pedig a könnyeidet törli le. Bocs, de arra sem volt még időm, hogy apád felől érdeklődjek. Aggódom érte, nincs jó állapotban. Már nem is reagál semmire. Feladta a küzdelmet. De már megszoktuk nála. Apám mindig is ilyen volt. Ha harcolni kellett valamiért, inkább elmenekült. Apád minden elől rejtőzött. Sosem mutatta meg magát. De még ebben az állapotában is Bakhtiárt és engem is képes lenne kiütni. Igyunk. Meg is. Egészségünkre. Az erő a szívünkben nyugszik. Nem akarunkban. Mert ha apám olyan lenne, mint maga, akkor biztos harcolna a fiáért. Őt nem érdekli a világ, sem a saját fia. De mindegy is. Már elfogadtam ilyennek. Ne is beszéljünk róla. Felesleges. Ő ilyen. Ayşe, magadra hagylak néhány percre, és szó nélkül felpattansz, feküdj vissza az ágyra. Nem bírok. Ha tovább kell feküdnöm, esküszöm, megfulladok. De lenne egy remek ötletem. Halljam. Mi lenne, ha megszöknénk? Honnan akarsz megszökni? Most komolyan? És hová akarsz menni? Sokkal jobban érzem már magam. Csak megfulladok, friss levegőre van szükségem. Ezt felejtsd el. Hallottad az orvost? Ágyban kell feküdnöd, hogy pihenes. Én nem vállalhatok érted felelősséget. Jól vagyok, de annyira hiányzik a friss levegő. Vigyél ki, játszópajtim. Kizárt. Ferit. Ó, de jó. Micsoda megkönnyebbülés. Ha valaki véletlen meglát itt minket, vagy megtudnák, hogy megszöktünk a kórházból, és kijöttünk levegőzni a hídra, joggal gondolnák, hogy hiányzik egy kerekünk. Dehogy! Csak azt hinnék, hogy Ferit Sanchagzade talált egy hibbant lányt, akin megesett a szíve. Nem csak az én szívem esett meg rajtad, Ayşe, hanem Allah is vigyázott rád. Ha a golyó arrébb talál el,
Ki tudja, most mi lenne? Apám mindig azt mondta, az életben minden az emberekért van. És hogy nekünk csak egy kis hely jutott a világban. Ezt csak ma értettem meg. Nézd azokat a csillagokat. Nem is igaziak. Millió évvel ezelőtt elpusztultak. Mégis látjuk őket, szóval csak illúzió. Mint az emlékek? Vagy a fájdalom. Ha el is múlik, nyomot hagy maga után. Emlékeztet. Te úgy mosolyogsz mindig, mintha soha életedben nem sírtál volna. Pedig mély sebek nyomát látom a szemedben. Hiába rejtegeted. Kinek nincs sebe? A különbség annyi, hogy én sóval dörzsölöm az enyémet. Han, de valójában téged akart lelőni? Tudod, szerintem azt sem tudja, mit akar. Nem tudott uralkodni magán. Kiborult. Jó, hogy nem azt mondod, hogy nem ő lőtt. Képes vagy még őt védeni? Nem, nem védem. Ez eszembe sem jut, félre ne érts. De ha nagyobb bajod esett volna, sosem tudnám megbocsájtani magamnak. Annyira sajnálom. Ne haragudj rám. Azt hittem, Isztambulon kívül nincs más város. De most úgy érzem, beleszerettem Antakjába. Elbűvölő helyen élsz, tudod? Igen. Szerintem is elbűvölő ez a város. Megragad és magába szív. Beleszeretsz és nem szabadulsz. Most már érted. Szóval azt mondod, ne kezdjek el annyira kötődni hozzá, mert fél év múlva sem szabadulok. Nem, nem így értettem, csak arra céloztam, hogy mélyen a szívedbe és a lelkedbe tud férkőzni. Nyomot hagy. Ezt nem tűröm. Mindenki megnézheti magát, ha nem engedik ma ki a lányomat. Az esküvő napján is szégyenbe kerültünk, most meg ez? Hogyan? Csak nem Johnny jöttél, Azade. Osztozni szeretnék a fájdalmatokban. És ezzel hogy segítesz a lányomnak? Együtt érzek veletek. Handét mindig is a saját gyerekemnek tekintettem, ezt ti is tudjátok. Hande az önálló döntései miatt került ide. Nézd, Azade, attól tartok, jó tanáccsal most, nem megyünk messzire. Nem sikerült rávenni a lányunkat, hogy hallgasson ránk, de attól még meggyőzhetnéd a fiadat és a feleségét, hogy ejtsék a vádakat. Ekkora szégyent. Zümrüt, gyere velem. Mondja, meddig tartanak még bent? 1-3-ig. Képtelen vagyok még 3 órát várni itt. Órát? A lőfegyveres támadás 1-3 évig terjedő börtönnel büntethető. Ugye most szórakozik velem? Kitartás, kisasszony. Az istállóban simogattam a lovakat, aztán lövést hallottam. Üvöltöztek is egymással. És miután kiléptem... És miután kilépett, mi történt? Közelebb mentem hozzájuk. Igen, folytassa. Rendben, uram, köszönöm. Remélem, sikerül elrendeznünk egymás közt. Köszönöm. Viszont hallásra.
Beszéltél a feleségeddel? Ejtitek a vádokat, vita nincs. Hüsszeim bátyám, én hiszek az igazságban. És ez az, amihez értek. Ezért tanultam, és most is ezért dolgozom. Te miket beszélsz, fiam? Hogy kérdezhet ilyet tőlem? Világosan elmondtam, Aisha azt fogja elmesélni, ami a farmon valójában történt. Ezt értsem úgy, hogy a drága kis feleséget képes tönkretenni az egyetlen lányom életét? Szégyeld magad! Hogy mondhatsz ilyet? Nem sül le a bőr a képedről, Ferit? Még hogy én szégyeljem magam. És ha az egyetlen lánya megölte volna a feleségemet, akkor is ugyanígy köpködne most rám. Esküszöm, ezt nem ússzátok meg szárazon, Ferit. Még én élek, azon leszek... Hüsszein úr, kérem, a rendőrségem vagyunk, nyugalom. Kérem. Megnézheted magad. Várj csak, ezért még megfizetsz, ha addig élek is. Cselekedjen belátása szerint. Üljön le. Üljön le. Magyar hangok. Szatori Dávid, Gyöngy Zsuzsa, Gáspár Kata, Csibi Gergely, Kovács Nóra, Kőszegi Ákos, Bozsó Péter, Vida Péter, Tar Judit, Udvarias Anna, Rosta Sándor, Sallai Nóra, Szemenyei János, Kelemen Kata, Pekár Adrien. További magyar hangok. Borbicki Ferenc, Cifra Krisztina, Nyírő Eszter. Magyar szöveg Balázs Tünde, hangmérnök Dudás Marcell, vágó Gulya Sándor, gyártásvezető Gyarmati Zsolt, szinkronrendező Dögei Éva. A szinkront a TV2 média csoport megbízásából a Master Film Digital készítette. Produkciós vezető Gyarmati Zsolt,